És elindult a 2200 méteres Ostinato Handicap, minden ló jól ugrott ki a gépből. Santis az, aki magára vállalja a vezetés. Mögötte ott van Moránkó Barelier bent a falon. Aztán Aurora Borealis-t láthatjuk versenyezni. Marcellus Wallace is a csapat első felére tehető, ott harmadik spurban igyekszik menni, gyakorlatilag a belül galoppozó Kung Fu Panda társaként, aztán Molán írt, illetőleg a mezőnyt, a sort záró tizedes nevét kell mondani. Hát nagyon együtt van a csapat, közepes tempót diktálnak a vezető lovak, Santis belelassított, ugyanez a helyzet Moránkó Barelierrel is, torlódik a mezőny, harmadik pozícióban Aurora Borealis színei látszanak, majd pedig Kung Fu Panda, aztán pedig Marcellus Wallace, akit szintén visszavett egy kicsit lovas, a tizedes még mindig a mezőny végén, Molanir társaként, semmi változás nincsen, közepes a tempó, aki élen galoppozik, az Moránkó Barelier, mellette pedig Santis színei látszanak, aztán Aurora Borealis, Kung Fu Panda, tehát gyakorlatilag nincsen változás, akkor amikor elhagyták az ügető átjárót, gyorsítani látszik Moránkó Barelier, ezt a tempót nem tudja lereagálni feltétlenül Santis, akkor amikor érkeznek az utolsó kanyarba, kívül van Aurora Borealis, mögötte pedig Marcellus Wallace, és Kung Fu Panda helyzete is egészen rózsásnak mondható. Nagyjából 800 méter van még hátra az Ostinato Handicapből, vezet továbbra is Moránkó Barelier, sőt növelni tudta az előnyét Santisszal szemben, ez most már legalább 2-3, most Santis lovagolni kell, talán azért a favoritok majd csak ezután fognak elindulni, Kung Fu Panda könnyen jön mellette, Marcellus Wallace is zárkózóban, a sor végéről tizedes is elindulni látszik, Molaner is egyelőre még jól tartja magát, bár ott is dolgozik már Mesetovics a finisre fordulva, az őrke Moránkó Barelier vezet bent a falon, Kung Fu Pandának van egy óriási momentuma, középen pedig Aurora Borealis indul el, tizedes is viszonylag közel van, az utolsó 300 méterhez érve teljesen együtt a szabadváltás handicapnek a mezőnye, óriási befutó az utolsó 200 méteren, jön Kung Fu Panda, jön bent a falon Marcellus Wallace, kívül pedig tizedes rohamoz hatalmasat, tizedes vagy Kung Fu Panda, vagy Marcellus Wallace, vagy Aurora Borealis, óriási verseny, Kung Fu Panda vezet egyelőre, Marcellus Wallace, Kung Fu Panda, vagy Marcellus Wallace, micsoda verseny! Óriási küzdelem, Marcellus Wallace nagyon jön belül, és lehet, hogy pont a célban utoléri Kung Fu Pandát.